Eszes Tamással beszélgetek, aki a Véderő megbízott magyarországi parancsnoka, és aki 72 órát töltött a fogdán, és az Egri Városi Bíróság néhány órával ezelőtt helyezte szabadlábra. Hogyan telt ez az elmúlt 72 óra? Mi a véleménye a fogvatartásról? Hát a fogvatartásról az a véleményem, hogy valami embertelen körülmények uralkodnak a büntetés végrehajtási intézetben, mert ahogy bevittek bennünket a tusolóba, inkább kifordultam onnan, az összes bajtársamtól ez a hír jött le, és inkább a csapba mosakodtunk 72 órán keresztül. De viszont elmondhatom, hogy kaptam vadonatúj fogkefét, kaptam egy vadonatúj tubus fogkrémet, kaptam borotvát, megborotválkozhattam. Tehát maga a fogvatartás körülménye, ha nem az embertelen körülményeket nézzük, akkor igazából olyan túlságosan nagy probléma nem volt, mert mindenki nagyon kedves volt, és bizony szemlesütve mondták a rendőrök, hogy nekik ezt a parancsot végre kellett hajtani, és azt az értesülést is kaptam másodkézből, hogy közölték ott a büntetés végrehajtási intézetben, illetve nem is az volt, hanem a fogdán, hogy azért normálisan viselkedjenek velünk, hiszen mi nem bűnözők vagyunk. Önnek mi volt a véleménye magáról, arról, hogy önt elzárták? Hát ezt nevetségesnek tartom, hogy valaki esikítja magát, hogy én megijedtem egy terepszínű ruhába öltözött embertől, akkor ezért 72 órára be kell bilincsbe verve minket vinni a rendőrségre, ez nonsens. Ez abszolút nonsens. Akkor is tiltakoztak, ugye? Teljes mértékben a rendőrség sárba tiporta a jogainkat, ugyanis házkutatási parancs nélkül jöttek be a területünkre, ami saját magántelet, az én tulajdonom, és a fenekemmel támasztottam a pincémnek a bejárati ajtaját. Tulajdonképpen magánlagsértést követtek el, és felszólítottam a rendőri vezetőket, illetve a parancsnokot, aki azt az utasítást kapta, hogy minket állítsanak elő közterületről, mivel hogy garázdaságot követünk el, és annak vádjával visznek be bennünket, illetve állítanak elő. Mivel hogy nem rendelkezett házkutatási parancssal, és nem tudta megmagyarázni, hogy miért vagyunk mi garázdák, attól függetlenül bevittek bennünket. Egyébként teljesen mindegy, hogy én akkor minek költözöm, beöltözhettem volna Kolompár Orbánnak, beöltözhettem volna 8. Henriknek, engem akkor is elállítottak volna, ha más nem engem, biztosan. Legvadabb álmomban sem gondoltam volna arra, hogy terepszínű nadrágba és fekete pólóba öltözött lányokat is bevisznek, mivel hogy ők is elkövették a törvény, illetve hát a rendőrség által kreált garázdaság szabálysértést. Sokan ezt gondolta, egy közösség ellenizgatásként fognak önökre gondolni, vagy provokációként. Hála Istennek akkor csak a garázdaságot próbálták önökre húzni, de ezt Pintér Sándor véleményével ellentétesnek nyilvánította az Egri Városi Bíróság. Mit szól ez a döntéshez? Hát az Egri Városi Bíróság belátta azt, hogy Pintér Sándor belügyminiszter óriási nagyot tévedett, mert attól, hogy valaki terepszínű egyenruhában, félkatonai vagy katonai jellegű egyenruhában, teljesen mindegy, megjelenik egy magánterületen, és előre már másfél hónappal meghirdetett táborát szeretné, nyílt táborát, ahová mindenki jelentkezhet, nyílt táborát szeretné lebonyolítani. Valójában nem szabálysértés, nem provokáció volt. Provokáció valójában inkább a Vöröskereszt részéről volt, ugyanis telekürtölte a balliberális média, hogy kiköltöztetik a cigány lakosságot Gyöngyöspataról, azért, mert a Véderő megjött, holott már az is hetekkel ezelőtt le volt szervezve, hogy a cigány gyerekeket és az asszonyokat, anyukákat elviszik Szolnokra, és ha jól tudom, Csillebércre üdülni. Felröppent a hír, hogyan indulni fog a polgármesteri választáson, mi igaz ebből? Teljes mértékben igaz a hír. Sokat gondolkoztam rajta már, amikor megérkeztem az ismerőseimtől, megkérdezték, hogy miért nem én indulok a polgármesteri választáson. Én akkor viccnek szántam ezt az egész dolgot, elmondom, persze majd indulok, de hosszas mérlegelés után és sok-sok támogatói rábeszélés után úgy döntöttem, hogy valóban függetlenként indulok a polgármesteri választáson Gyöngyöspata érdekében. Mi a programja? Van-e programja? Hát, hogyha esetleg megnyerném a polgármesteri választást, akkor a hivatalba iktatásom első napján bevezetném az érpataki modellt,
Orosz Mihály Zoltán érpataki polgármester segítségével, akivel a mai telefonbeszélgetésünk alapján megerősítette bennem a hitet, hogy támogatni fog. Valamint a programom, ugye nekem szívügyem Gyöngyös Pata, amivel, hogy amikor mi megkaptuk itt, illetve megvásároltuk azt a területet, mi a falugyűlésen, illetve én a falugyűlésen megértem az itt a lakosságnak, hogy 30 napon belül vissza fogunk jönni, és meg fogjuk tartani a nyilvános, nyílt, szokásos évi táborunkat, amiből sok van. Mi tartottuk is az ígéretünket, mi megjelentünk, szerettük volna a táborunkat megtartani, de a rendőrség megakadályozott ebbe bennünket, minden erőnkkel azon voltunk, hogy megtartsuk, ez nem jött össze. Itt kérek elnézést azoktól, akik hosszú utat tettek meg, pénzt és minden fáradtságot kimélve, hogy eljöjjenek és három napot részt vegyenek a táborunkban, sajnos ez nem jött össze. Bízom benne, hogy a következő sikerülni fog, ha csak megint ugyanez nem lesz, hogy 72 órára be fognak bennünket csukni, vagy már akkor jóval többre, mert lehet belőle mártírt csinálni, rám lehet rohasztani a műanyag lakatot, én akkor is ki fogok állni Gyöngyös Patáért, és ki fogok állni a nemzetemért. A másik programom, illetve visszatérve a programomra, nagyon szeretném, hogyha a keskekű ismét gyümölcsfákba és szőlőkbe borulna, valamint megfelelő szaggárdával ugye az összes többi programot, amit lehet egy polgármesternek és a településnek a fejlesztésé munkálkodni, azt szeretném megvalósítani, de mivel hogy még nem vagyok polgármester, még csak jelölt sem, mert még nem tűzték ki a választást, de amint lehetőségem is módon nyílik arra, hogy betekintsek ezekbe a hivatalos ügyekbe, akkor minden erőmmel azon leszek, hogy a település felvirágozzon, a turizmust ismét vissza tudjuk hozni, azt az évi 30 millió forintot, amelytől elesett a település a keskekő letarolásával, azt mindenféleképpen szeretném visszaállítani, ha csak egy pár millió forint vissza fog már belőle jönni a településnek, a gazdáknak, akik odakint meg fogják merni már művelni a területüket, mert rengeteg elhagyatott pince van, rengeteg elhagyatott szőlős és gyümölcsös van. Magyarul le van komposztva az egész keskekő. Én szeretném, hogyha ez újból működne és virágozna. Valamint a törvény adta módok és lehetőségével a bűnözés teljes mértékű visszaszorításán fogok munkálkodni. Megszüntették a honlapukat, tud erre róla? Igen, tudok róla, ezügyben is lépni fogunk, mert semmiféle úszító dolog nem került nyilvánosságra az oldalunkon. Ott, amik megjelentek cikkek, mindenütt alatta van a link, ahonnan átvettük, amit pedig annak idején még én írtam, mint a Véderő volt főparancsnoka, azért én vállalom a felelősséget, de semmiféle úszító szöveg nincs. Nagyon szépen köszönöm az interjút. Minden jót. Köszönöm.